Körülülték az asztalt Pekingben, Orbán Viktor is ott volt a 37 kormányfő között, akik részt vettek az Egy Övezet, Egy Út fórum elnevezésű összejövetelen. Szijjártó Péter itt jelentette be, a kormány kiválasztotta, kiújíthatja fel a Budapest-Belgrád vasútvonalat, amelyen a kínai áruk egy része Európába juthat. A győztest kihirdették, a győztes által kínált ár az benne van az elfogadható kategóriában. Csak ennyit mondott két napja a külügyminiszter, azt viszont nem árult el, ki a győztes. Robog a felcsúti kisvasút, a Mészáros Lőrinc vezette utánpótlás akadémia volt az építtető, és uniós támogatásokat is felhasználtak hozzá, a végösszeg 850 millió forint volt. Mészáros Lőrinc most nagyobb fába vághatja a fejszéjét. Az Index írta meg először, hogy az érdekeltségében lévő RM International ZRT is tagja annak a kínai-magyar konzorciumnak, amely a 700 milliárd forintosra becsült beruházást megvalósíthatja. Ez majdnem 900-szor annyi, mint amennyit a felcsúti kisvasútra költöttek. A Jobbik szerint most már érthető, miért ragaszkodott a kormány az eddig legnagyobb vasútfejlesztési beruházáshoz. Tegnap világossá vált Magyarország számára ez a beruházás azért jó, mert Orbán Viktor magyar hangja, Orbán Viktor strómanja, vagyis hát maga Orbán Viktor benne van ebben a bizniszben, hiszen Mészáros Lőrinc a kivitelezők között fog szerepelni, és valószínűleg súlyos milliárdokat fognak zsebre tenni ebből az üzletből is. A Fidesz szerint kizárólag szakmai döntés született. Itt nem a tulajdonosi háttéren van a hangsúly, hanem a cégek felkészültségén és azon a vállaláson, amit a beruházás érdekében tesznek. Ilyen értelemben születnek a döntések eddig is és ezután is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérdésünkre azt közölte, a nyílt eljárásban összesen 32 cég érdeklődött a beruházás után, két konzorcium adott érvényes árajánlatot, amelyek közül az előírások alapján a jobb ár-értékarányút kellett kiválasztani. A Híradó által megkérdezett közlekedési szakértő szerint reális lehet a 700 milliárdos ár, és a vasútvonal jelentős szerepet tölthet be a földközi tengeren keresztül érkező kínai áruk Európába juttatásában. A nemzetközi hálózatba betöltött szerepe, az az árfúrozási potenciája igen magas, hiszen gyakorlatilag a dél-kelet-európai térség egésze ezen a vasútvonalon érhető el a legkényelmesebben, leggyorsabban. Tehát ez azt jelenti, hogy Szerbia, Makedónia, Görögország, Törökország és Bulgária. A vasút felújításán a tervek szerint kínai munkások is dolgoznak, majd a beruházáshoz szükséges pénzt pedig a kínai állami bank biztosítja kölcsönként. Palkovics László innovációs miniszter a beruházás kormánybiztosa Kínában tárgyalt, megállapodtak arról, hogy még májusban megkötik a kivitelezési szerződést a nyertes konzorciummal, a beruházás finanszírozására pedig július közepén kötnek szerződést a kínai Exim Bankkal, ezután indulhat meg az építkezés. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.